Az Erkel Színház története rendkívül vadregényes. 1911-ben épült meg az épület. A híres Márkus triónak az alkotása lényegében, akikből valamelyikőjük egy pénzember volt, másikójuk egy operaintendáns, harmadójuk pedig építész, és Komor Marcell és Jakab Dezső volt az a két építész még, akik mint egy legendás építész páros dolgoztak ezen a munkán. Már állt az Ibül opera az Andrássy úton, hiszen a közmunkák tanács, amikor elindította 1870-ben az Andrássy utat, akkor az utolsó teret, a Hermina teret, az akkori piac teret építették be az Ibül operával, és az volt az operaházunk, a Magyar Állami Királyi Operaház, aminek mindig az működése egy önálló intézményként működött ettől a háztól. Befogadó színháznak mondanám leginkább az Erkel Színházat, bár alapvetően egy zenész színház, ami annyit jelent, hogy az opera, operett, musicalnek az igazi hazája, és hát a táncművészet legkülönbözőbb műfajainak, de végül is a 60-as évek legendás koncertjeire még az én szüleim generáció is emlékezik, ami annyit jelent, hogy Ella Fitzgeraldtól kezdve Leonard Bernsteinen át, Benjamino Gigliig, de a legnagyobb opera világsztárok, Marton Éva, Sass Szilvia itt ért haza a nagy nemzetközi fellépésükről. Tehát magyarán ez a ház valahogy kötődik a nagy operai, fényes nagy operai estékhez, és azt kell mondjam, hogy az 5. X-ét taposó felújítást vezető építész is itt gyerekeskedett a szülei révén, és itt élte végig a vasárnapi matinéknek a műsorát, ahol a Porgy és Bezben felejthetetlen Házi Erzsébetet és Ilosfalvi Robertet, mint Bánkbánt láttam. Magyarán van egy szellemi története az Erkel Színháznak, és bár az Erkel Színház felújítása kapcsán sok alternatíva felmerült, egészen a bontásig, végül is egy nagyon bölcs döntéssel a színház nagyon alacsony költségvetésű, gyors felújítása mellett döntött a kormány. Miért volt ez így? Lényegében azóta, hogy az Operaház és az Erkel Színház együttesen működik, megépült a Művészetek Palotája, melynek terveit szintén az általam vezetett építésziroda követte el, és kialakult egy olyan hármasság a városban, amely mellé most a felújított Zeneakadémia lett igazából a Quartet negyedik gyönyörű triója, és mindegyik háznak más és más az üzenete. Véleményem szerint az a tér, amiben most állunk, ennek a hangulata, a színessége is azt mutatja, hogy kell egy hely, ahol sokkal közvetlenebbül szólítjuk meg a zenés műfaj rajongóit, és itt már nem csak arra a korosztályra gondolunk, aki az Ibül operában nőtt föl, hanem arra a korosztályra is, amelyik nem fogyasztotta a műfajt, és ismerkedik, egyelőre bottal piszkálja az operát. Minden nagyvárosban, New Yorkban, Londonban a National Opera, vagy Bécsben a Volksoper, megvan az a népopera karakter, ahol anyanyelvi szinten játszanak operát, és azokat a nagyobb közönség, hogy mondjam, igényre megformált, kitalált előadásokat játszák, ahol meg lehet tölteni a színházat akár délutáni vagy matini előadásokkal. Nos, tehát a feladatunk az az volt, hogy adva van egy 5 éve bezárt, szinte életveszélyessé vált épület, ahol próbák bár zajlottak, de lényegében technikailag teljesen lepusztult, és kell belőle csinálnunk egy olyan házat, ahol nagy tömegű rendezvények, nem csak opera előadások, nem csak tánc előadások, hanem sokféle egyéb befogadott rendezvény is képes teret kapni. És a feladat így három alapvető részre oszlott el. Az egyik az előcsarnoki zónák, be fogjuk mutatni majd, hogy hogyan egészítettük ki az előcsarnokot. Az előcsarnokhoz tartozó összes kiszolgálás, ruhatárak, WC-k, büfék. A második feladat részünk az auditoriumnak, tehát a nézőtérnek a rendberakása volt. Itt voltak akusztikai problémák, voltak kényelmi, komfort, menekülési, tűzoltósági szempontok, és a harmadik nagy feladatrész pedig a színfalak mögötti munka, ami a színpad felújítása, egyáltalán a teljes gépészetnek a végiggondolása, a színpadgépészetnek a végiggondolása, és talán a művészek számára a legfontosabb összes öltözőnek, illetve kelléktárnak, raktáraknak a hozzávetőleges, nagy léptékű felújítása volt. Az Erkel Színház viharos történetéhez fogható módon nagyon sokat változott az épületnek az előcsarnoka. De az az előcsarnok, ahol most vagyunk, ez lényegében az Erkel Színház ős előcsarnoka, amihez most egy kiegészítést építettünk, mert az a közönség, ez a 2000-es nagyságrendű közönség, amelyik megérkezik, ebben az előcsarnokban mindig nagyon szűken tudott mozogni. Az 50-es években épült az Erkel Színház régi homlokzata elé egy büfézóna, illetve egy előcsarnokzóna, és ez a büfé Bernát Aurél freskóival épült meg abban az időben,
Akkor változott meg az Erkel Színház nézőterének is jelentős része. Ugye ez egy 3200 fős nézőtér volt, akkor, amikor 911-ben megépült, ma 1970 néző tud leülni a nézőtéren. Ez a zóna tehát, mint kiegészítés, egy új funkcióegységgel bővítette az Erkel Színháznak a közönségforgalmi terét, hiszen képesek vagyunk gasztronómiai fogadásokat csinálni. A közönség az előcsarnokban találkozhat, a jegyeket meg tudja váltani, illetve a ruhatárak nagyon jelentősen kiegészültek újabb funkciókkal. Tehát a közönségnek tulajdonképpen a kiszolgálása sokkal úribb módon történik, mint az Erkel Színház történetében eddig bármikor. Az Erkel Színház auditoriumában vagyunk. Korábban 3200 férőhelyes nézőtéren, ma 1970 embert tud leülni. Mind az akusztikai, mind pedig a menekülési viszonyok miatt jelentősen kellett csökkentenünk a nézőszámot, de ez akusztikailag jót jelent. Tarnóczy István professzor nevét meg kell említenünk, aki a 60-as években egy teljesen új köntösbe, akusztikai burkolatba öltöztette az Erkel Színháznak a nézőterét, hiszen azáltal ez a legyező alakú tér egy kiváló, operára alkalmas akusztikai tér lett. Ennek a térnek a színezése, technológiai átalakítása volt a feladatunk, a menekítés kitalálása, az egyenletes ültetés, a székeknek a teljes rekonstrukciója, mind-mind a mostani felújításnak volt a feladata. Az Erkel Színház auditoriumnak méretéhez képest ez a színpad sokkal kisebb, mint az András úti palotában lévő színpad, és a hátsó színpadnak minimális tágítását lehetett megoldani az ennek a felújításnak a keretében, ami annyit jelenti, hogy a díszletezés könnyebb lett. Jelentős átalakulás a felsőgépészetben történt, hiszen itt kézihúzókkal mozították a díszleteket, és most egy jelentős részt gépi húzással már meg tudunk oldani. Kevés változás van a zenekari árokban, viszont a legnagyobb változás mégiscsak a művészek frontján történt, hiszen az összes csoportos öltöző, szólista öltöző megújult, és ezzel tulajdonképpen a színpad kiszolgálása jelentős módon megváltozott.